Mi lehet a különlegesség ezekben a képekben, amit most mutatok nektek, azon kívül, hogy AI generált a képek? Nincs költség, nem kell fiókot létrehoznod, nem kell bejelentkezned sehová, hanem teljesen ingyenesen a saját számítógépeden tudsz ilyen képeket generálni, hihetetlenül egyszerűen, és aminek nagyon sokan fogtak örülni, hogyha AMD processzor van a számítógépedben, vagy AMD videókártya, akkor maximálisan ki fogja használni, mert az kifejezetten ez a program, az Emuse erre készült, erre optimalizálták. Természetesen fut Nvidia videókártyával is, de leginkább az AMD-nek az erejét tudja kihasználni. Nézzük is meg, hogy mi ez, amiről szó van. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az MP3 Pintjő csatornától, és szeretném nektek bemutatni az Emuse-t, ami a TensorStack AI és az AMD-nek a közös gyermeke. Az AMD reklámozza is, tehát tényleg nagyon-nagyon integrált, nagyon kihasznál minden lehetőséget az AMD-s hardware-ből. Képeket tudunk szöveges utasítások alapján generálni a saját számítógépünknek, vagy a grafikus kártyájával, vagy a központi processzorával, vagy a neurális feldolgozó egységgel. Tehát ő kiválasztja mindig, ami szerint a legjobb, azt használva fogja nekünk generálni a tartalmat. Itt látjátok, hogy ugye belépni sem kell, nincs semmilyen fizetési kötelezettség, azon kívül, hogy van egy számítógéped. Tudunk filtereket rakni a fotókra, képekre, tudunk rajzolni kollaborációban az AI-jal karöltve, módosítani tudjuk a képeinket, tudunk sketchet rajzolni, amiből élethű kép keletkezik. És itt láthatjátok, hogy az Emuse leginkább az AMD-t szereti a legjobban. Az AMD Ryzen-nek az új processzorai az AI 300-as sorozaton azon érzi magát a legjobban, illetve az AMD Radeon RX 7000-es sorozatú videókártyákon, de mint említettem, az Nvidia videókártyákkal sincs problémája, de igazán ezt az AMD-s hardware tudja nagyon jól kihasználni, és itt fut a leggyorsabban. Nézzünk is meg egy bemutatót egy ikonikus, legendás személytől, ő pedig nem más, mint Dr. Lisa Su, az AMD-nek a vezetője, elnöke, ugye ő egy amerikai milliárdos üzletember és villamosmérnök, aki Taiwanon született, és nem mellesleg az Nvidia vezetőjének az unokatestvére. I actually have another little example. Maybe I can show that, Ryan, if that's all right. This is an example of our latest Ryzen 8000. We call it our Hawkpoint system. And we thought we would have a little bit of fun with it because some of you may have heard of this thing called Stable Diffusion. What it does is it allows you to write something and say, write something in text and it'll make it an image. We decided to have fun with Austin, so if you guys have seen Congress Avenue, you might have also heard that we have bats in Austin, and you might have also heard that, talk... Ezt a beszélgetés amúgy a Source by Source Festen, az SXSW, a technológiai, a film, a zene, az oktatás és a kultúra ünnepén hangzott el, ez egy ilyen fesztivál, konferenciák a texasi Austinban. Tacos are good in Austin, so we decided to render an image. We asked it to render an image on an AI PC of a very cute bat having tacos in Austin. They're going to just run it one more time so you can just see how fast it is in terms of rendering. This is on a local PC, okay? You don't have to pay anybody anything to run this. And we were... És most elhangzik az, amit mondtam én is. Senkinek nem kell semmit fizetned, a saját lokális számítógépeden fut, hihetetlen sebességgel, mint látjátok, ahogy átírta a promptot, azonnal le is generálódott a kép, tehát lényegében a másodperc tört része alatt megtörtént a képnek a legenerálása az Emuse alkalmazását használva. Missing the salsa to begin with, so we asked it to add salsa. Oh my goodness. At the end. When I had tacos yesterday on South Congress, I didn't... És akkor most nézzük is meg ezt az alkalmazást. Nagyon egyszerű tényleg a használata. Ha felmegyünk ide az Emuse-nek a weboldalára, természetesen minden link, amit itt láthattok a videóba, az benne lesz a videó leírásában. Tehát itt egy exe file-t kell letölteni a Windows-os számítógépünkre, azt telepítjük, és utána már tudjuk is használni. Jelenleg a 2.0-as változatnál tart, így néz ki az alapértelmezett felület. Tulajdonképp két felület közül tudtok választani. Van ez a könnyített mód, amit
tulajdonképp lényegben szinte olyan, mintha csak egy Midjourney-t használnánk, vagy egy Dall-it. Van egy pozitív promptunk, amit be tudunk írni, egy pár beállítási lehetőség, és semmi plusz, amit lehetne állítani, és már egyből generálódnak is a képek, amit szeretnénk, vagy tudunk képet módosítani, rajzolni. Ha az Advanced-re rákattintunk a bal alsó sarokba, azt majd mindjárt megmutatom ezután a felület után, akkor ott aztán már elveszhetünk a beállításokba, tényleg a Stable Diffusion mély rejtelmeibe is betekintést nyerhetünk, hogyha annyira szeretnénk módosítani a képenket. Lássuk is meg, hogy mondjuk milyen gyorsan generálja a képet. Azt mondom, hogy most a gyors generálásra állítom, és egy képet kérek tőle, az legyen fekvőkép. Tehát itt állítom be a performance-nál, hogy gyors képet akarok, egy ilyen középutast, tehát gyors is, azért valamilyen szinten meg jó minőségűt is, vagy egy nagyon jó minőségű képet szeretnék. Itt meg tudjuk adni, hogy hány képet generáljon 1 és 10 között, természetesen, hogyha egyet generáltunk, utána rákattintunk alul a Generate Image-re, és akárhányszor generáltunk újra, tehát nem feltétlenül kell egyszerre 4-et generálni. Itt megadhatjuk a képarányt, itt fix képarányok vannak. Ha fölé viszlek az egeret és vártok egy picit, akkor látjátok a méretét. Ez a gyors módban 512x512, a fekvő a 768x512, illetve itt az AMD XDN a Super Resolution-t be lehetne kapcsolni, de nekem sajnos nem ilyen új az AMD processzorom, úgyhogy ezt nem tudom használni. Illetve itt még van egy olyan, hogy minden egyes generáskor új variáns lesz, amit generál. Illetve itt még van egy olyan, hogy real-time generálás be lehet kapcsolni, tehát ahogy írjuk a promptot, tulajdonképp élőbe módosítja a képet. Nézzük meg itt ezt a Catwoman-t, rákattintok a generálásra, és itt látjátok alul, hogy most betölti a megfelelő, és itt is volt a kép, 1,5 másodperc a betöltés után megint generálok, 1 másodperc egy darab képnek a regenerálása. Igaz, hogy nem AMD-s gépen van, bár a processzor az, de egy régebbi, viszont mondjuk ebben a méretben hihetetlenül gyorsan generálja a képeket, tehát elképesztő jó, és tényleg semmi dolgunk nincs. Egyetlen egy dolog, amivel találkoztok majd, hogy amikor generálnátok a képet, és ha kiválasztjátok valamelyik performance opciót, akkor fel fog ugrani egy ablak, mert hogy le kell töltenie hozzá egy modellt. A gyors módnál le fogja tölteni a DreamShaper V7 LCM változatát. A látens konzisztencia modellt, az LCM-et már bemutattam, ezt a technikát, amivel rettenetesen gyorsan lehet Stable Diffusion modellekkel képet generálni a saját számítógépünkön, nagyon kevés lépésszámmal, és ezért hihetetlenül gyorsan megtörténik a képgenerálás. Ha a balanszra rakjuk, akkor az az SDXL 1.0-as alapértelmezett modellje, ha pedig a Quality-re rakjuk, akkor az a Juggerno XL V10-es változata, tehát ez a 3 alapértelmezett modell, amit itt tudunk ezen a könnyített felületen használni, ezen az egyszerűsített felületen. Tehát ha én itt most rákattintok, hogy szeretnék 2 képet, fekvő módba legyen akkor megint Spider-Man, mert a generálás, és Puk le is generálta, ez valamiért homályos lett, generáljunk megint 2-t, és itt van a 2 kép, 1,8 másodperc alatt legenerálta ezt a 2 képet, tehát tényleg hihetetlen egyszerű. Amúgy van egy log file, amit meg tudtok nézni, az Omuse-nak a map, nem is az Omuse mappájában van a log file, hanem a C user felhasználó név appdata local Omuse logs mappában, és ott meg tudjátok nézni azt, hogy a háttérben mi történt, mennyi idő alatt generálta a képet. Itt látjátok, hogy Stable Diffusion XLS modell volt az előbb, de most ugye éppen 1,7 másodperc alatt generált ezt, 1,8 másodperc alatt generált. Tehát itt meg lehet nézni azt, hogy most éppen amúgy nem is a... Itt érdekes, mert az SDXR Turbo modellt használta látszólag. Ez érdekes, mert az előbb a DreamShaper-t használta, és a DreamShaper-nek a V7-es sima változata az az 1.5-ös SD-re alapul,
Az SDXL Turbo pedig értelemszerűen nem az az SDXL-re. Nézzük meg, akkor átállítjuk mondjuk quality-ra, ugye a minőségére, és akkor hogy generálja le a képet. Újra betölti a megfelelő folyamatot, betölti a modelleket, utána már a második generálásnál már sokkal gyorsabb lesz a képgenerálás, hiszen a modelleket nem kell betöltenie a memóriába. Nézzük is meg, hogy mennyi idő alatt generálta le. Ez 10 másodperc. Na, itt a vége, nem akar kijönni. Természetesen mikor máskor, mind itt a forgatás alatt szállt el az Omnibus alkalmazása. Látjuk az időt, 10, 11, 12, 13, 15 másodperc alatt generálta le. Ha feléviszem az egeret, akkor láthatjátok, hogy ez 1216x832 pixeles kép. Természetesen elképzelhető, hogyha AMD-s videókártyátok van, hogy az újabbak közül, mármint hogy a 7000-es sorozat, illetve a 300-as AMD-s processzor, akkor ennél még nagyobb sebességet el tudtok érni. Nézzünk meg egy teljesen másik promptot. Ezt kitöröljük, ami itt van. Mehet is a generálás, elég egy képet generálnia. Itt látjátok, hogy 20 lépés, amit beállítottak a Juggernaut modellnek. Szuper, jó. Hát nem feltétlenül annyira látványos, mint vártam, de ez persze a Juggernaut modellnek a hátránya is lehet. Természetesen ezeken lehet állítani, majd mindjárt meg is mutatom, hogy hogy. Nézzünk meg valami, hát mi legyen. Mondjuk legyen egy, hát jó, egy ilyen portré. Oké. Egy űrhajósról. Ezt kitöröljük innen, nézzük csak meg, mehet a generálás. Tehát nagyon-nagyon egyszerű használni, hogyha szeretnétek lementeni a képet, akkor a Save Image-re rákattintva le tudjátok menteni a saját számítógépetekre, de azt is beállíthatjátok itt a beállításokban, a bal alsó sarokban, hogy hova mentődjenek a képek. Itt amúgy a Model Download Directory-t állítjuk be, érdekes mód, hogy itt a settingsnél ez jött elő, be lehetne állítani negatív promptot is, meg be van kapcsolva most nekem az, hogy a promptot egy kicsit javítja, jobbá teszi, látjátok, itt most bekapcsolt a negatív prompt is, tehát meg tudnám adni, hogy mondjuk nem szeretnék olyan ruhát, ami rajta van, ami fehér színű, vagy nem szeretném, ha nő lenne, mondjuk itt nőt adtam meg, de ha csak egy embert adnék meg, tehát ide azokat tudjuk megadni, mint bármilyen másik Stable Diffusion modellen, hogy mit nem szeretnénk látni, milyen stílusokat, milyen objektumokat a képen. De ezt most kikapcsolom, erre nincsen szükségem. Hogyha megnézzük a nagy beállításokat, természetesen innen nem lehet elérni, átváltunk Advanced-re, és az Advanced-nél itt van a nagy beállítások tulajdonképpen. Itt látjátok, hogy ki lehet választani a videókártyát, vagy akár a processzort, amin szeretnétek futtatni. Tehát ez nagyon-nagyon jó. Például az LM Studio-nál néhányatoknál macerás volt, és nem mindig azt akart, amit ti szeretnétek, ugye, amivel nyelvi modelleket lehet csatablakként futtatni a számítógépünkön. Itt tökéletesen jól ki lehet választani, hogy mit szeretnék használni, a processzoromat, nekem egy Ryzen 5-ös 7600X-es processzor van, vagy a videókártyámat szeretném, vagy az alaplapra integrált GPU-t szeretném használni. Itt a memóriával is lehet játszani, illetve meg lehet adni, hogy a defaultba a modelleket hova töltse le. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát ugye úgy jutottunk ide be, hogy az alapértelmezett easy módból átváltottunk itt a bal alsó sarokban az Advanced gombbal a haladó módra, és ott jobb felső sarokban a beállítások. Egy kicsit furcsán van ez az egész így elrejtve. De itt nagyon fontos, hogy állítsátok be a Model Directory-t, mert hogy ide fogja letölteni azokat a modelleket, amiket használ a képgenerálásra, képmanipulálásra, és azért ezek elég nagyok. Tehát én letöltöttem pár modellt, és ez most 46 gigabájtnyi tárhelyet foglal el a Vinyón, úgyhogy mindenféleképp figyeltek erre oda,
hogy mit állítotok ide be mappának. Itt be van kapcsolva az is, hogy automatikusan ellenőrzi mindig, hogy van-e update. A képeknél meg tudjátok adni, hogy Image Save Directory Enable Auto Save, tehát nem kell rákattintani mindig a mentésre, megadjátok, én létrehoztam egy output mappát az Amuse-on belül, és mindig oda automatikusan menti a képeket, itt van egy Auto Save Directory is, tehát ide mentse nekem, ne kelljen kattogtatni, mindig oda lementi, a videónál is van egy ugyanilyen, a Stable Diffusion-nél el lehet adni ilyen alapértelmezett promptokat, itt látjuk a jobb oldalon, hogy azok a modellek, amiket feltelepítettünk, azok micsodák, ezeket persze le is lehet törölni akár, tehát meg lehet, sőt, még azt is meg lehet csinálni, ezt nem is néztem, ez elég komoly, tehát itt van még a Juggernaut modell, és rákattintunk itt a beállításokra, erre a két kis fogaskerékre, és be tudjuk állítani a különféle opcióit, hogy itt azért eléggé a mélységeibe be lehet menni az egésznek, a különféle hozzátartozó fájlok, amiket használ, a VA decoder fájlok például, vagy a UNET modell, tehát itt akár lehetne ugye InPainthez is használni olyan típusú modell, bár az alapjuggernaut az nem az, így a pipeline, amit használ, ez a Stable Diffusion XL, itt láthatjuk, hogy például a Stable Cascade-et is támogatja, ami hiper-szuper képeket tud generálni, tehát itt akár van a Refiner Turbo InPaint, ugye a modell típus, de a Juggernaut az a szimpla, tehát alapmodell, tehát rengeteg mindent be tudunk még állítani, illetve azt is be tudjuk állítani, hogyha ezt a modellt használjuk, akkor melyik eszközünkön fusson, akár a processzor videókártya, tehát tényleg nagyon-nagyon jók ezek a beállítási lehetőségek. Itt vannak a ControlNet modellek, amiket fel lehet telepíteni, illetve ilyen plusz kiegészítő modellek és a felskálázó modellek. Tehát mindent itt a beállításokon belül megtalálunk, de csak akkor, hogyha az Advanced módra átkapcsoltok. Amíg itt generálja a képet, elmondanám nektek, hogy miért különleges még, méghozzá azért, mert az ONNX, az Open Neural Network Exchange formátumot használja ezekhez a modellekhez, amiket letölt. Ez egy nyílt forráskodú formátum, amelyet mesterséges intelligencia modellek megosztására és futtatására használnak különböző platformokon és eszközökön, és ez az ONNX formátum lehetővé teszi, hogy a különböző rendszerekben a PyTorch, TensorFlow, stb. Kifejlesztett modelleket ugyanabban a formátumban lehet megosztani és használni, és az ilyen típusú fájlokat az Amuse is használhatja az AI modellek futtatásához, így biztosítja a kompatibilitást és a hatékony futtatást különböző hardvereken, például az AMD-s videókártyákon is. Látjátok, hogy tényleg hihetetlenül gyors a generálás, persze ugye most nekem az Nvidia videókártyát használja, nincsen AMD videókártyám, csak a processzor, de megnézhetjük azt, hogy esetleg mondjuk ide átmenjük a gyors generálásra, ott láttátok, hogy kevesebb, mint 2 másodpercet generált egy képet, és az Advanced módba átmegyek, és azt mondom, hogy processzoron szeretném futtatni. Nézzük meg, hogy mi történik. Visszamegyünk ide a generáláshoz. Persze kitörölte a promptot. Aha, ezt így nem hagyja. Ez így le is fagyott, úgy látszik. Ezen az én processzoromon ezt semmiféleképp nem szeretném megtenni. Ez nem működik. Hát akkor ehhez egy újabb AMD processzor kell, ezen nem megy. Vissza is állítottam a videókártyára, mert úgy látszik nekem ezt a procit nem szereti. Nézzük meg, hogy itt mi van még. Itt vannak ilyen AI filterek, ide bedobhatunk képet, és különféle filtereket tudunk ráhúzni. Például ide bedobtam egy képet, és azt mondtam, hogy ezt a pipázó birkát cyberpunk stílusban szeretném legenerálni, és látjátok, itt ki tudjuk választani, a promptot be tudjuk írni, tudunk ilyen prezeteket kiválasztani, itt látjátok a leírásnál, hogy realisztikus transform, vagy ilyen sketch rajzból, tehát ilyen kis egyszerűbb ceruz rajzból mondjuk használod meg bemenetként az átalakításhoz, tehát nagyon sok típusú átalakítás lehet, és látjátok, hogy szuper jól megoldotta a feladatot, ennyi volt 4 képnek a legenerálása, tehát nem tartott
sokáig, és át is alakította 4,6 másodperc alatt cyberpunk stílusúvá a pipázó birkánkat. Ez az AI filters fül. Itt legfelül a design fülnél pedig tudunk rajzolni, mondjuk szeretnénk rajzolni egy canyont, és azt mondjuk, hogy mondjuk legyen itt a víz, mekkora legyen, egy kicsit szélesebb, mondjuk itt még szélesebb, nekem annyit rajzolgatni, itt a víz, és itt lesznek a kövek, mondjuk az legyen ilyen színű, így, idáig, rajzolunk hozzá, ide is behúzzuk, rajzolunk hozzá még egy világos kék eget, ide felülre, így, amire rakunk felhőket, azt egy kicsit kisebbel, itt vannak a felhők, puty, és legeneráljuk a képet. Itt a pozitív promptnál nagyon fontos, hogy mit állítunk be, tehát mindenféleképp mondjuk meg, hogy mi az, amit szeretnénk belőle elállítani, és itt az AI Assisted Paint-nél kiválasztjuk ezt a változatot, de a többivel is tudunk, látjátok, ez a Sketch to Image, van a Color Transformáció, vagy ez az AI Assisted Paint, talán ezt tetszett nekem legjobban. És itt alul, bár érdekes volna, nagyon-nagyon apró betűvel van, itt ki tudunk választani egy olyat, hogy minőség. Érdekes, azt vettem észre, hogyha minőségen emelünk, akkor a színek sokkal erősebben eltérnek a mi általunk eredetileg létrehozott színektől. Ugye ezt még itt átalakítjuk, egy kicsit más típusú felhő. Látjuk, hát mondjuk azért nem feltétlenül követte a vonalát. Itt az Image Blendnél, hogyha ezt lejjebb húzzuk, 0,67, akkor látjátok, hogy sokkal jobban követi, viszont szinte megmarad ilyen egyszerűbb rajznak, tehát itt el kell találni a megfelelő arányt, itt a középső csúszkával, ez egész jó, onnan tudjuk megnézni, hogy tényleg ott van ez a, amit rajzoltunk, hogy itt felül az overlay-t elkezdjük húzni, és látjátok, hogy tényleg pontosan ott van szinte minden, mint ahová én berajzoltam. Ide rakhatunk valami zöld területet, mondjuk ide a jobb oldalra, ide felülre. Nézzük meg, hogy generálás. És látjátok, hogy itt ilyen zöldes lett az egész, bár ez inkább hasonlít most éppen ceruza rajzhoz. Itt van még egy AI-os, tehát ilyen asszisztens tulajdonképp, ami segít abba, hogy egy picit még talán élethűbb legyen a fotónk, vagy jobban kövesse azt, amit rajzoltunk. Ez elég erősen befolyásolja a kimeneti képet, hogy itt a jobb alsó sarokban ezt mire állítottad, még egy picit állítok rajta. Quality-n visszaveszek, mondjuk jó, ez 15-ösen is. Ezen egy picit emelünk. Így van. Na, ez most jó. Ez most úgy nagyjából tetszik. Nem pont követi, de azért nagyjából követi a vonalát. Tehát itt ez a három csúszka alul, ezt lőjétek be úgy, ahogy nektek a legjobban tetszik. Természetesen minden generált kép automatikusan mentődik az output mappába. Mindjárt meg is nézzük, hogy ezek tényleg ott vannak-e. Nem csalás, nem ámítás. Lássuk az output mappát. Aha, ezt például úgy látszik, nem menti le automatikusan. Itt a Save Image-re kell rákattintanunk, és akkor le tudjuk menteni. Alapesetben az output mappát fogja megnyitni, hogy oda szeretné menteni. Van itt még többféle beállítás, hogy könnyebb legyen rajzolnotok, tehát vagy egy képet be lehet hozni háttérképnek, hogy akkor könnyebben tudjatok festeni. Nagyon sok lehetőségünk van még ezen a felületen. Tulajdonképp ennyi lett volna az Ömuse-nak az egyszerű felületének a bemutatója, hát ugye értelemszerűen a Generate Image a legfontosabb része, amit talán a legtöbbször fogtok használni, amivel szövegből képet tudunk generálni, egyszerűen a szöveges promptunkkal, ne felejtsétek el, hogy itt alul a settingsnél be tudjátok kapcsolni a negatív promptot is, tehát ha valamit nem szeretnétek látni, akkor azt ide írjátok be, mondjuk most egy fekvőképet szeretnék generálni, és már készül is
ugye a gyorsra állítottam a performance, tehát egy pillanat alatt elkészül a 4 kép, és mindez úgy, hogy ha AMD-s újfajta processzoratok van, vagy egy jó AMD-s videókártyátok, akkor hihetetlen sebességet tudjátok ezt élvezni. Úgy gondolom, hogy ennek a videónak az a hossza elég, mindenféleképp lehet, hogy csinálok még egyet az Advanced módról is, de azt egy külön videóba tenném bele, mert ott már egy kicsit jobban belemegyünk mélyebben a részletekbe, de ezelőtt szeretném mindenféleképp megemlíteni számotokra az Emperor Pint YouTube csatornát, ahol ezt a videót most láthatjátok. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, illetve szeretném még ajánlani a figyelmetekbe a Flux Vanos Rampod videót, amivel a mostani egyik legerősebb open source nyílt forrás kódú képgeneráló modellt tudjátok használni, a Flux Vand a Rampodon, egy felhőszolgáltatáson keresztül. Azért került rá egy hamburger ide a nyitóképre, mert egy hamburger áráért 13 órán keresztül tudjátok használni. A videó leírásában van egy link a templétre, így elkészítettem nektek egy templétet, és ahogyan rákattintotok, akkor egyből a Rampod felületén már a templét be is fog töltődni, nincsen más dolgotok, mint a videóban elmondottak alapján a megfelelő Rampodos szolgáltatás videókártyát kiválasztani, feltölteni pár kredittel a virtuális pénztárcátokat, és már mehet is a képgenerálás. Hogyha bármiben elakadtatok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, illetve van egy Discord csatornája is az Emperor Pintja YouTube csatornának, szeretettel várunk mindenkit, annak a linkje is megtalálható a videó leírásában. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok és megnéztétek, és az AMD-seknek végre érkezett egy videó, ami kifejezetten nekik szól. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!